Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégünk dr. Hegyi László, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökségi tagja. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a nézőket. És a Sportcsillagok Gála estjéről fogunk beszélgetni, hiszen ez egy olyan fantasztikus esemény, ami minden évben egy kicsit változik, minden évben hoz valami újdonságot, és nagyon-nagyon sok-sok éve rendezték meg először. Legelőször 1958-ban az Újságíró Szövetség székházában köszöntötték a bajnokokat, és egy kis röccsel kocintottak és gratuláltak neki. Ehhez képest meglehetősen sokat fejlődött ez a rendezvény. Ehhez képest sokat fejlődött, igen. A Magyar Sportújságíró Szövetség kivárt a Magyar Újságírók Szövetségéből, és önálló érdekvédő egyesületként a sportmédiák képviselőinek az érdekeit képviseli. Ezzel kapcsolatosan nyilván a sportolóknak is az érdekeit képviseli, és kötelességünknek éreztük, hogy a bajnokokhoz méltóan rendezzünk egy ünnepséget minden év végén az évközben elért eredmények alapján. Ezt 1958 óta rendezzük, én 19. éve vagyok a házigazdája a Magyar Sportújságíró Szövetség megbízásából a Sportcsillagok Gála estjének, ahol köszöntjük a bajnokok között a bajnokokat, a legjobbakat. Lehet kiválasztani egyet vagy néhányat ezek közül, az esték közül, amelyek a legérdekesebbek vagy a legmeghatóbbak voltak az ön számára? Hát csodálatos emlékeim vannak, amik tulajdonképpen már bevonultak a sporttörténelemben. Én rendeztem Puskás Ferenc 70. születésnapi ünnepségét a Kongresszusi Központban, ahol minden látogató kapott egy Adidas fotballlabdát Puskás saját keze aláírásával. Én rendeztem az évszázad sportolóit az IEPS, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség megbízásából, ahol a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazatai alapján megválasztották a 20. század legjobb sportolóit itt Budapesten. Ez a világ összes sportmédiája tudósított erről az eseményről. Óriási sztárok voltak a színpadon, ellátogatott hozzánk Michel Platini is, aki jelenleg az UEFA első embere, Sir Stanley Matthews, itt volt Dan Fraser, aki Sydney polgármestere, többszörös úszó, olimpiai világbajnok, és Karelin, az ukrán birkózó, Szulejmanoglu, a török súlyemelő, Li Ning, aki most a pekingi olimpián fölvitt a olimpiai lángot a toronyba. És hát tulajdonképpen vendégünk volt Juan Antonio Samaranch, a MOV-nak az előző elnöke, és Jacques Rogge, a jelenlegi Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az elnöke. Többek között ugye a magyar sportvezetés és a nemzetközi sportvezetőknek a színejava megtisztelte az ünnepséget a látogatásával. Szerencsére Franz Beckenbauer nem tudott eljönni, úgyhogy esély van rá, hogy esetleg az idei gálára megérkezzen. Igen, Franz Beckenbauert az évszázad sportolói ünnepségen megválasztották az évszázad labdarúgójának, Puskás Ferenccel együtt. Puskás Ferenc ki is ment a színpadra, átvette a díjat. Annó Franz Beckenbauer akkor éppen a német válogatottal Dél-Amerikában volt, és egy videóüzenetet küldött, és üdvözölte a magyar sportnak a szurkolóit és rajongóit, és azt mondta, hogy szíve szerint nagyon szívesen egyszer ellátogatna Budapestre. A televíziók megpróbálták a Bayern Münchennel fölvenni a kapcsolatot, és van rá szándék és van rá ígéret, hogy megtiszteli esetleg a jelenlétével a Sportcsillagok Gála estjét, és akkor átadjuk neki ezt az évszázad sportolói díjat. Az idei gála mitől lesz csillogó és tökéletes? Hát tökéletes, talán minden évben próbáljuk fényesíteni, hogy még tökéletesebb legyen. Az idei évben nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, elvállalta a rendezvény fővédnöki tisztségét, és mi nagyon szépen köszönjük a elnök úrnak, hogy fővédnöki tisztséget vállalt a Sportcsillagok Gála estje felett.
Ez az a levél, amelyet ő írt önöknek. Köszönettel vettem a Sportprodukciós Iroda Kft. És a Magyar Újságírók Szövetségének közös felkérését az 54. Sportcsillagok Gálaest fővédnöki szerepének betöltésére. Örömmel elfogadom és vállalom a fővédnöki tisztséget. Erről szól tehát ez a levél. Ez külön megtiszteltetés volt, hiszen a Magyar Olimpia Bizottság előző elnöke, aki jelenleg Magyarország köztársasági elnöke, ő azt lehet mondani, az elmúlt 20 évben minden egyes alkalommal megtisztelte jelenlétével a Sportcsillagok Gálaestjét, a dr. Schmidt Pál, és nagy öröm a számunkra, hogy ismét egy sportoló lett a magyar sportnak a vezére, Borkai Zsolt úr személyében, aki maga is, mint tornász, kimagasló eredményeket ért el, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elvállalta a rendezvény fővédnöki tisztségét. A magyar sport még mindig meglehetősen magas szinten van, ugye ahhoz képest, hogy mennyire kis ország vagyunk, még mindig, akár csak az olimpián, világbajnokságon és Európa-bajnokságokon is nagyon szép sikereket érünk el, de talán a sportnak a presztízsét azért az is emeli, hogy évről évre egy ilyen rendezvényt meg lehet szervezni, ahová a sportolók el tudnak jönni, ahol tudnak egymással találkozni, és ahol egy kicsit meg lehet mutatni őket a világnak másképp is, nem fürdőruhában, nem mondjuk futószerelésben, hanem szép ruhákban a hölgyeket, öltönyben a fiúkat, és ez, ebből a szempontból ez az esemény különleges. Hát igen, én úgy érzem, hiszen saját magam is szembesülök vele, hogy a sportoló hölgyek versenyeznek abban egymással, hogy melyik vegyen föl szebb ruhát a Sportcsillagok Gálaestjére. Mindenben versenyeznek a sportoló hölgyek. Versenyeznek a sportoló hölgyek egymással, de szerintem szeretnek eljönni erre a rendezvényre, hiszen itt a szakma elismerését kapják meg, és a szakma, a sport újságírók, a sport tudósítók, akik személyesen ott vannak a pálya szélén, és látják azt az erőfeszítést, látják azt a sikerélményt, ha valaki beér a célba, tehát ezek a legautentikusabb, leghitelesebb szemlélői a sportversenyeknek, hiszen test közelből látják a sportolót, akkor is, mikor szenved, és akkor is, mikor újjong a sikertől. Akkor is, mikor nyakába akasszák az érmet. Ebből a szempontból egyébként az idei gála egy kicsit más lesz, mert most nem csak az újságíró szakma fog szavazni, hanem a nagy közönségnek is meg lesz a lehetősége arra, hogy a legjobb férfi, illetve a legjobb női sportolót kiválassza, és az nagyon érdekes lesz majd, hogy mennyire fog összecsengeni ez a szakmának az ítéletével. Igen, ez úgy érzem, hogy a sportszerető közönség, aki valóban nézi is a sportversenyeket, és értékeli az eredményeket, valószínűleg hasonlóan fog szavazni, mint a sportújságírók, de ha nem, akkor is akceptálni fogjuk, csak ugye félő, hogy esetleg valamilyen szempontból szépség alapján, vagy valami alapján szavaznak, vagy beszavaznak mondjuk egy Facebook kampányon a valamik sportoló hölgyre, lehet, hogy de akkor fel fogjuk hívni a közönség figyelmét, hogy most mi nem a legszebb sportoló hölgyet válasszuk meg, hanem a legjobbak között a legjobbat. Tehát aki az eredmények alapján érdemes arra, hogy a dobogóra fölkerüljen. Az idei rendezvényre hány vendéget várnak? Hát általában olyan 6-800-900 volt, már 1400 vendég is. Ez egy zárt körű rendezvény, itt tulajdonképpen a politikai, az üzleti élet és a sport vezetők, a sportegyesületek vezetői és a díjazott sportolók, meg az esélyesek vesznek részt ezen a rendezvényen, és mindenki nagyon boldog, hiszen utána a díjátadó ünnepség után, ami tulajdonképpen egy szórakoztató műsor kísér, díjátadó ünnepség után mindenkit meghívunk egy ünnepélyes gála vacsorára, ahol mindenki egy kocintás mellett gratulálhat, akár a sportbarátjának, akár a sportolónak, és hát tulajdonképpen ez minden magyarnak a közös ünnepe, hiszen azokat ünnepeljük, akik dicsőséget és örömet, és izgalmat, és elismerést szereztek Magyarországnak, és a záró ünnepségen, vagy a záró a színpadon, a záró aktusnál mindig elénekeljük a We are the champion, mi vagyunk a bajnokok,
és az a felkiáltás, hogy hajrá magyarok, hajrá Magyarország. A sportolók közül egyébként az elmúlt években volt olyan visszajelzés a díjazottak közül, amit szívesen megosztana velünk? Hát én úgy érzem, hogy a sportsajtónak a tudósításából, és nem hoztam el, de itt Schmidt-Pál nyilatkozata itt szerepel a rendezvényről, és a Nemzeti Sportnak a nyilatkozata, akik tulajdonképpen az első bekezdésben tulajdonképpen mindegyik elismeréssel szól a rendezvényről, hogy ez a magyar sportnak talán a legmagasabb rangú ünnepsége, hiszen akik itt a színpadra kerülnek, azok kiérdemelték, hogy oda kerüljenek, és most a közönség szavazataira is kíváncsiak vagyunk, hogy mit fognak szavazni. Nem hiszem, hogy különösképpen eltérő szavazata lenne a közönségnek, hiszen akinek 6 aranyérme van, annak 6 van, akinek egy sincs, annak egy sincs. Hát bizonyára az idei sem. Nem lehet elvitatni tőlük. Bizonyára az idei sem lesz könnyű döntés, de természetesen mindenki szavazhat most, úgyhogy erre hívjuk fel az önök figyelmét. Önnek köszönöm és szépen. Az idei rendezvényen be fogjuk mutatni többek között egy pár sportolót élőben is, de kivetítő mindenképpen bemutatjuk azokat a sportolókat, akik a londoni olimpiára kvalifikációt nyertek. Köszönöm szépen, hogy mindezt köszönöm elmondta szépen nekünk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! Köszönöm.